Hát akkor jó reggelt kívánunk mindenkinek. Vegyél mikrofont akkor. Jó reggelt. Akkor Beáta bemutatott minket, sziasztok. Ja, szerintem, mivel elvileg kevés idő áll rendelkezésre, én azt mondom, hogy a Noémi akkor itt most bemutatta magát, aztán elindulnak lefelé a kollégával a föld alá. Én meg közben azért egy kis bevezetőt tolok. Ezt azt mondja, hogy erre nem lesz most szükség, és igazából erre van szükség. Tehát körülbelül az, hogy körülbelül hol vagyunk, nagyságrendileg mi ennek a történetnek a lényege. Tehát ahol most vagyunk, az persze a CERN beállta bemutatott, valóban, de hát nem úgy a CERN, ahogy általában ezt az emberek képzelik. A CERN-ről mindenki azt gondolja, hogy az egy jól körülhatárolható hely, ott valahol van neki egy kampusza, és akkor ott van mindenki. Hát valóban van egy jó kis nagy kampusza, ez valahol itt található, Meranban úgy hívjuk, hogy ez a merani kampusz. Valamikor 1953-ban alapították, egyébként azt hiszem, hogy nagyjából ugyanabban az évben, mint amikor az Atomkit. Az Atomkit 1954. Nagy nemzetközi összefogásból kifolyólag, ennek van egy ilyen történelmi háttere, hogy hát ugye volt itt egy második világháború, és a második világháborúban eléggé csúnya dolgok történtek a tudomány területén is, tehát egy csomó tudóst azt hát konkrétan elvittek és kivégeztek, egy másik jelentős részét konkrétan elvitték az oroszok, a harmadik részét meg konkrétan elvitték az amerikaiak. Tehát Európa itt állt mindenféle olyan tudományos képesség nélkül, amihez viszont hozzászokott az elmúlt pár száz évben. És hát ezt a problémát megoldandó létrehoztak egy tanácsot, aminek az volt a dolga, hogy hát adjon már tanácsot arra, hogy mit lehet ebben a helyzetben csinálni. És a tanács azzal a tanáccsal tért vissza, és többet már nem szó viccelek, ígérem, legalábbis ezen már nem, hogy építsenek egy intézetet valahol, valami jó helyen, és tömjék meg mindenféle földi jóval, aztán a kutatók majd oda mennek dolgozni. Ha valakinek ez megnyomja a csengettyűt az agyában, és arra gondol, hogy ISS meg ELI, akkor nem jár rossz úton, ez tulajdonképpen ez egy jó ötlet megbizonyult, és hát kerestek egy jó kis semleges helyet, Svájcot találták meg, ugye a másik két pályázó az Anglia volt, meg Ausztria, egyik se volt semleges, jelezném, Ausztria akkor orosz megszállás alatt állt, tehát semmiképpen sem volt semlegesnek tekinthető ebben az értelemben. Úgyhogy maradt Svájc, ennek egyébként is egész jó hagyományai voltak az ENSZ miatt, meg nagy nemzetközi szervezetek miatt, és hát akkor hát legyen Genf. ENSZ is itt van, egy csomó intézet az ENSZ-nek, hát ez is elfér. Kapott egy földterületet, ami kijött egészen a határig, itt ez a szaglatott vonal a határ, a francia-svájci határ, tehát jó messze, egy zöldmezős beruházás, én még láttam olyan fényképet, majd egyszer előkerítem egy ilyen előadásba, ahol állnak a nagyfejűek, kalapban beszélgetnek, és mellettük a boci legel. Tehát ez tényleg egy zöldmezős történet volt. Aztán megtömték két nagy földi jóval, a világ akkori legnagyobb ciklotronjával, meg hát megtömték a világ addigi legnagyobb protongyorsítójával, a PS-sel, az 59-re készült el, kellett egy kis idő hozzá, és hát jó, működött a dolog. Tehát az a business model, amit erre kifejlesztettek, az tökéletesen működött, jöttek, özönlöttek ide a kutatók, egy csomó felfedezést tettek, minden frankó ment, és hát persze, ha egy business így működik, akkor az nőni fog. Tehát jöttek az újabb gyorsítók. Annak idején nagyjából az én születésemmel egy időben ez long, long ago, but not in a galaxy far, far away, volt egy teszt, ami arról szólt, hogy lehet-e protonnyalábokat ütköztetni, ez volt az Intersecting Storage Ring,
A mai napig van egy jó kis laborunk ott egyébként bent a föld alatt, és kiderült, hogy ez egy működő ötlet, nem könnyű, de meg lehet csinálni, és ezért lett a 80-as években ez a kék valami, ez a Super Proton Synchrotron, ami bizony termelt Nobel-díjat, biztos hallottatok a W, meg az E-bozonokról, jó kis misztikus nevük van. Ezeknek a felfedezése ahhoz a kb. 7 kilométeres gyorsítóhoz illik, és hát közben azt nézem, hogy a Noémiek lassan majd megérkeznek, és hát ezen felbuzdulva, meg hát az úgynevezett standard modell további kérdéseit kutatandó, hát építettek a 80-as évek végére egy jó nagy 27 kilométer kerületű gyűrűt. Ezek persze a kék is, meg a sárga is a föld alatt van, majd arról lehet beszélni, hogy miért. Amit itt láttok a képen, hát ez a Genfi medence, azt kell mondani, hogy a világegyetem egyik legjobb helye. Háttérben a Mont Blanc, itt van a Genfi tó, itt van Genf, itt van a Genfi repülőtér kifutópályája, ami nagyjából 3 kilométer, tehát lehet érzékelni, hogy ez a nyúl az bizony nagy. És hát ezen vannak nagy detektorok, 4 darab nagy detektor van, aztán van egy képem erről, 4 darab nagy detektor van ezen a nagy gyorsítón. A két nagy általános célú úgynevezett protonfizikára kiélezett detektor, ez az ATLASZ és a CMS, ezek betűszavak, egy toroidal, LHC, nem tudom milyen, apparatus, azt hiszem valami ilyesmi az ATLASZ, a CMS ennél egy kicsit földhöz ragadtabb, ez a kompakt műon szolenoid, majd erről beszélhetünk. Ezen mellett a két nagy általános célú detektor mellett vannak még orientáltabbak, tehát például itt van az ELISZ, amiben szintén komoly magyar részvétel zajlik, ez a nehézion fizika, biztos hallottatok már a kvarglion plazmáról, az anyagnak egy nagyon érdekes állapota, ami a természetben igazából csak az ősrobbanás utáni pár, hát ilyen milliomod másodpercben létezett, és igazából a hatása viszont őrült nagy a mai világunkra, tehát ez érdemes vele foglalkozni, ilyet tudnak előállítani az ALIS-ban, egyébként mi is, meg az ATLASZ is tud ilyet előállítani, és van is hasonló fizikai projektünk, és hát van az LHCB, ami egy egzotikus fizikával, az úgynevezett B-kvarkok fizikájával foglalkozik. Én azt mondom, hogy nem szaporítom a szót, én a Noémit gyorsan beadom, ő lemegy a föld alá, és közben majd alába zseválok képekkel esetleg. Úgyhogy Noémi, tiéd a szó. Szervusztok, hallatszom először az a kérdés, hogy... Nem igazán hallunk. De igen. Hallunk. Hallunk, igen. Oké, beállt a hal. Az a jó. Szóval itt vagyunk egy beengedő kapunál. Minek nem nagyon van hangja, beállt, nálatok van hangja a Noéminek? Igen, mindent hallunk. Ez egy zöld biztonsági kapu, és az úgy van elkészítve, hogy meggyőződjön arról, hogy egyszerre csak egy ember megy be, és mivel biometrikus azonosítás van, a szemek azonosítja, ezért arról is meggyőződik, hogy az az ember megy be, akihez tartozik ez a doziméterem, személyi doziméterem. Úgyhogy most megkíséreljük a bemenetet, nézi azt is, hogy tényleg van-e valaki bent, tehát van egy súlymérés, valamint vannak infrakapuk, amik attól függően, hogy melyik kaput hányszor lépi át az ember, így tudja megmondani azt, hogy tényleg csak egy ember megy be. Úgyhogy ez néha trükkös, főleg, hogyha az emberből lóg egy-két dolog. Na, akkor bemegyek a doziméteremmel, és utána... Tegnap beszélgettünk arról, hogy volt egy film nagyjából 20 évvel ezelőtt, csak le kell venni a fülemből, amiben volt egy ilyen kis szernes vonatkozás, az a Angyalok és Démonok volt. Látta valaki közületek? Ami igazából ugye hát arról szólt, hogy antianyagot loptak a CERN-ből, nem tudom, Beáta, te erről beszéltél? Azt mondják, hogy nem látták a filmet. Ez már az új generáció. Tehát, hogy igazából Zoli már ez már nem a mainstream része. Boomerek vagyunk, jelzem. Úgyhogy, na, az a helyzet, hogy volt egy ilyen film, mindegy,
nagyon realisztikus volt, a CERN-ről volt egy kis betét benne, abban volt egy ilyen beléptető kapu, azon volt egy ilyen iris ellenőrző, és hát volt egy érdekes sztori, hogy hogy mentek át rajta. Ma én azt nem lőném le, biztos le lehet tölteni a filmet, meg lehet nézni. Az a lényeg, hogy azt a iris ellenőrző gépet mi használtuk egy darabig, azóta ez már a harmadik generáció, ez mind a két szemet nézi, és azt is, hogy van-e benne vérkeringés. Azt hiszem, talán sikerült felhívni a figyelmet a filmre. Jó, Noémi ott van a lift előtt, én pedig azt fogom megmutatni, hogy miért liftezik a Noémi. Tehát ez a föld alatti világnak a fölülnézeti képe, és itt látok ilyen köröket, ezek függőleges aknák. Én ennek a tetején átsorgok egy dugó tetején, majd mindjárt megmutatom azt is, és ebben megy le a Noémi, aztán le fog szakadni, mert a lefelé menetben nem túl jó a adatkapcsolat, így van, most hagytuk el a Noémit. Ő lemegy ebbe az aknába, ez egy, hát nem kicsi, mert látjátok, hogy 80, majdnem 84 méter hosszú, mellette meg van egy másik, ami meg 53 méter, tehát az se kis nyúl. Az a helyzet, hogy ebben a 53 méteresben van maga a detektor, és ebben pedig egy úgynevezett szervízüreg. Ma a Noémi csak ide mehet, mert a detektor működik, illetve hát a gyorsító működik, majd mindjárt azt is megkeresem egy élő weblapon, és hát oda most tilos a bejárat, tilos az A. A Noémi itt fog egy kicsit sétálni, és megmutatja, hogy igazából ez mi célt szolgál, de azt lehet látni, hogy itt van két hatalmas üreg a föld alatt, közöttük van egy 7 méter 20 centi vastag betonpillér, ami megakadályozza, hogy ez az egész összerodjon. És hát itt lehet látni különböző föld alatti járatokat. A nem sraffozott az az, ami itt maradt még az előző gyorsító idejéből, amikor itt nem volt ütközési pont, és a mai napig ebben a részben van a gyorsító maga, az LHC. Nyilván az áthalad ezen a főüregen, ahol a detektor van, majd talán a detektorra is marad egy kis időnk, és az összes raffozott az olyan járat, amit most kellett, vagy ehhez a detektorhoz kellett hozzáépíteni, például ez az elkerülő járat, ahol, amivel meg lehet oldani, hogy innen ide legyen lehetőség áthordani eszközöket, mert ugye a detektoron át pilinckázni nem lenne könnyű. Jó, Noémi, tied a szó. Igen, itt vagyok, megérkeztem a lifttel a -2-re. Egy pillanatra csak megmutatom, hogy mit ír ki a lift. 87,9 méter a földfelszintől számítva. A legalsó a -3, még van egy szint, az 97 méter, és egyel fentebb is van még egy szint, az 82 méter, azt hiszem 83 méter. Úgyhogy megyünk, most kimegyünk ebből a részből, és megmutatom azt a föld alatti függőleges aknát, ahol be tudom bizonyítani, hogy tényleg föld alatt vagyunk, nem csak a is mutat. Szóval ez a függőleges akna. Bal oldalt látszik a képen ez a beton, függőleges beton, ebbe megy a lift, és ott a kép tetején pedig az a fehér négyszög, az pedig a földfelszíni épületnek a teteje. Tehát ez a nagyjából 100 méter mélység a föld alól. Esetleg jobb szemüvek láthatják, hogy ott van a -1, tehát az egyel fentebbi szint, és egy picit állítok a kamerán, mert be is nézünk a -3-ra, és itt így látszik, tehát ez a -3, és azt is lehet látni, hogy van ott egy fal. Ez a fal a kísérletüreg ez a szervízüreg, ahol én vagyok, a kísérletüreg, ahol a detektor, ez a két üreg közötti elválasztó fal, ez elmozdítható. Éppen mutatom is.
Amikor nagy leállás van, tehát ilyen több napos leállás, vagy akár hónapos leállás, akkor ezt el szokták húzni, és ez azért jó, mert itt le lehet engedni, és be lehet vinni a detektorcsarnokba nagy eszközöket, amiket esetleg Zoli fent tud mutatni, ilyen emelőkosaras kis autót és társait. Ezek azhoz kellenek, hogy elérjünk a detektornak a közepére, tetejére biztonsággal. Jó. Éppen akkor... mutatok is ilyet itt a lagon. Az a narancssárga, az fel tud menni a detektor tetejéig. Egyébként, ha már a detektor méretéről beszélünk, én szerintem kinyitom ezt a zoomot, és elsétálok oda hátra, csak hogy legyen valami abból, hogy körülbelül mekkora ez a nyúl, elmegyek ide a végéhez, és hát mondjuk, oké, én nem vagyok egy bántóan magas ember, mit lehet látni, remélem látjátok, mert most én nyilván nem látom a diszpléket. Igen, látjuk. Jó. Tehát igazából lehet érzékelni, hogy mekkora őrült nagy jószág ez. Ez 16 méter magas, tehát egy 4 emeletes lakóháznak a mérete nagyságrendileg. És hát miért kell ilyen nagynak lenni? Nem azért, mert meg tudjuk csinálni, persze meg is tudtuk csinálni, de hát nem igazából ez... Ő egy csúnya szó jut az eszembe, azt nyilván nem fogom mondani. Tehát, hogy ez nem az. Csak fiúk vannak, nyugodtan. Csak fiúk. Jó, akkor, de oké, de utána megy ki az egész a YouTube-ra. Tehát a lényeg az, hogy ez azért kell, mert ahhoz, hogy a detektor detektálni tudjon részecskéket, tehát legalábbis ezeken az energiákon, ahhoz bizony kell méretnek lennie, leginkább az úgynevezett kaloriméterben, de már lassan kezdek belemenni abban a részbe, amiről szeretnék majd külön beszélni. Tehát, igen? Pillanatra hagyj kérjek szót, csak hogy a nézőknek világos legyen, hogy Noémi most lement a föld alá, a igen. Föld alatt van ez a detektor, amit most Zoli mutat saját maga mögött, az a detektornak az életnagyságú egy posztere. Az egyes posztere. Tehát igen. Ez itt fenn, amit látunk Zoli mögött, amikor oda sétált, az csak egy poszter, de teljes életnagyságú. Noémi pedig, ahova lement a -2. szintre, nagyon mélyre a föld alá, ott található ez a detektor. Ha éppen nem lenne gyorsítás a részecske gyorsítóban, akkor be is tudna oda menni, de így most nem lehet. Viszont igen, egy pillanatra gyorsan bejátszom azt az ábrát, ami éppen az aktuális gyorsító státuszt mutatja. Azt lehet látni, a piros meg a kék, az a különböző proton nyalábuknak az intenzitása, tehát a kék az az úgynevezett B1-esé, a piros az a B2-es nyalábnak az intenzitása. Ez itt proton darabszámról beszél, tehát... ugye, hogy is van, a 10 a 9 az 1 milliárd, a 10 a 10 az a 2 milliárd, vagy ez a 20 milliárd, 10 milliárd, na, akkor ez most 20 milliárd proton kavar az egyik irányba, ez az óramutató járásával ellentétes, és az óramutató járásával megegyező irányba pedig 23 milliárd proton kavar. Nem túl sok lesz benne, de még most töltünk be, tehát lehet látni, hogy itten lépcsők vannak. Jelenleg a gyorsító az injektálási energián üzemel, amivel átvesszük a nyalábokat az SPS-től, ez a 450 GeV, hogy ez körülbelül mennyit jelent, ezről csak annyit lehet mondani, ugye mi itt a részecske fizikában megszoktuk, hogy a tömeg meg az energia az tulajdonképpen szabadon átváltható egymásba, számolás szempontjából is, és a tömeget is igazából energiaegységekben mérjük. A protonnak a nyugalmi tömege az 1 gigaelektron volt körül van, jelentsen is ez bármit. A mozgási energiája meg az a szám, ami most itt van. Tehát azt lehet mondani, hogy a mozgási energiája az a nyugalmi tömegének a 450-szerese. Tehát ez megy, mint az őrült, majdnem fénysebességgel megy. Azt hiszem, van már vagy 2 9-es a nulla meg a tizedes vesző után a fénysebességhez képest, és mi még oda teszünk még 4-et, amikor felfogjuk ezt az egészet gyorsítani 7000 GeV körüli értékre, 6800 valamennyi most azt hiszem a konkrét szám. A TI2 meg a TI8 az az injektálás
adaptálási folyamatnál van csak, tehát ezeken a vonalakon keresztül jönnek be a részecskék, és azt lehet látni, hogy, hogy ez bizony nagyságrendileg egy 7 milliárd proton injekciója volt nem olyan túl rég, mind a két irányból. Csomagokat lövünk be, nem folyamatos nyalábok vannak, ez a technológia csomagokkal dolgozik, ellentétben az atomkivandegráfiával. Jó, de közben én szerintem elcsitulok, és a Noéminek visszaadom a képet is, meg a hangot is. Jó, igazából bejöttem abba a terembe, amiért létezik ez a csarnok, ez a szervizcsarnok. Ugye szervizek vannak itt, mi a szerviz, adatgyűjtőegységek, tápegységek, olyan dolgok, amikhez hozzá kell férnünk, illetve vagy, tehát az, hogy hozzá kell férnünk bármikor, illetve nem bírják azt a környezetet, ami a detektor mellett van. Ezek találhatók itt. Ezek itt, ez az elektronikai terem, mi ezt angolul counting room-nak hívjuk, és egy pillanatra megpróbálok mutatni, ugye ezek tápegységek, méghozzá nagy feszültségűek, és mellette pedig adatgyűjtőkártyák, ezek a érdekes kék színűek, ezek mind optikai kábelek, és persze azért találhatók számítógépek is, mind az adatfeldolgozásra, detektorvezérlésre használják, és még rengeteg ilyen, ezek a szekrényeket, ezt rekeknek hívjuk, ebbe vannak beépítve. Egyébként kutyaközönséges eurorekkekről beszélünk, 19-szorosakról. Azt hiszem, hogy a hallgatóság az nagyjából ebben a történetben valamennyire jártas, úgyhogy... Bólogassatok. Oké. Okay. Hogy a detektorbiztonságért felelősek, de PLC-k vannak, ez pedig a régi technológia, hogy a jeleket hozzuk a nőzetlemó kábelekkel. Tulajdonképpen így néz ki a világ az adatgyűjtőrendszer nem így kinéző részeiben is, csak ott FPGA-kra vannak implementálva ezek a logikai eljárások. Ez, amit a Noémi mutatott, ez az, ahol az úgynevezett gating bejön a detektorba. Ugye a gyorsító nekünk szól, hogy mikor lesz ütközés, ezt másodpercenként 40 milliószor teszi meg, és ennek az elsődleges adatfogadó része az, ami még sima NIM keretes megoldás. Azért a detektor 120 millió adatcsatornájából lezúduló adathoz azért a NIM ma már kevés lenne, ezért mondtam, hogy ott eléggé spéci módon megalkotott FPGA-s frontendek vannak általában. Itt közben én néztem Molnár Józsefnek az ASCII kifejezését, de nagyon pókerarcot vágott, amikor mutatta. Jóska mindig ilyen. Mikor mutattátok a rekkeket, néhány helyen elég kuszán álltak a kábelek, ami mindig rossz hallást vált ki belőle. Hát pedig, hát ugye a kisvakondos viccet idézve, hát ez a mi hazánk. Alapvetően a kísérletekben kuszák a kábelek. A Jóskának tökéletesen igaza van, hogy a kusza kábelek között rendet vágni, meg dibagolni az erősen problémás, de hát ez valahogy ennek az időfejlődése az viszont ilyen. Nyilván amikor lehet tervezni, és most a Noémi olyanokat mutat, olyan területeket, ott azért keményen nekifekszünk, és nem adhok kábelezés van, sőt, hát ott nem is fizikus kábelez, hanem mérnök és technikus, mert a fizikus erre gyárilag alkalmatlan. Molnár József bólogat. Szóval itt, ahol vagyok, ez az előbbi szoba álpadlója, csak, és amit láttatok az előbb helyet, ugye a kábeleknek jönni kell, menni kell a detektor, meg jönni is kell onnan, tehát van három ilyen függőleges akna, ahol lemennek a kábelek majd fel a detektorhoz. Most nyilván ezek azért vannak, hogy a kábel be tudjon menni, a sugárzás meg ne jöjjön ki. Tehát egy ilyen sikános megoldás van. Amíg a Noémi ottan kószál, nem, majd amikor felfele jössz, akkor beszélek a detektorról. Tegnap sajnos kimaradt, és ma talán nem kéne kihagyni. Onnan elmegyek
ahhoz az ajtóhoz, ami a két csarnok közötti biztonsági beengedő kapu, de közben azért egy érdekes dolgot akarok mutatni. Majd el fogod mondani, hogy van egy nagyon nagy mágnesünk, 3,8 tesla erősségű a A detektoron belül, de az... hűtőgépéhez be tudsz ugrani? Szerintem nem, és most nem jó ott a... De Nem, csak a megpróbálom. kerítésen fölül. Jó, megpróbálom. De először azt akarom megmutatni, hogy hogy lehet demonstrálni azt, hogy tényleg érzékelhetjük a mágneses teret még itt ebbe a csarnokba is. Úgyhogy nagyon egyszerű detektoraim vannak, ezek papírösszefogó gámkapcsok, és azt lehet látni, hogy itt ugye, tehát nincsenek felmágnesezve. De ha közelebb megyünk a falhoz, az a két csarnok közötti elválasztó fal, akkor nézzük meg, hogy mi történik. És itt már, közel a falhoz, minden igaz, akkor már, még lehet, hogy közelebb kell menni, akkor már fel tudom. Ba-ba-ba-bám! Oké, Jó. Ez nem egy erős tér. Amit a Noémi gémkapcsai látnak, az nagyjából 10 millitesla, ezt azért megmértük. Ennyi marad a mágnes 3,8 teslájából, ugye nyilván a mágnes köpenyen kívül, meg a 7,2 méteres vasbetonfalon túl. Ez még mindig magasabb, mint az egészségügyi határérték, viszont hát az ilyen játékokon kívül másra már nem jó, és problémát sem okoz. Egyébként egészségügyi problémát sem okoz. Ha éppen nincsen pacemakered. Igen, ide már nem engedünk elektronikus implanttal senkit. A látogatóktól általában ezt megkérdezzük, ezt az információt diszkréten. Ennyit akkor a mágneses tér demonstrációjáról, és akkor itt látható egy beengedő kapu, ugye ismerős, a felszínen egy ugyanilyen mentem be, csak annak zöld volt a színe. És a színeknek van jelentősége, a zöld az az, hogy bármikor LHC üzemtől függetlenül be lehet jönni. Nyilván a kollégák tudják állítani, tehát le lehet zárni ezt a kaput, a fentit is, nem csak a lentit. A lenti természetesen be van zárva, mert ugye üzemel a gyorsító, itt lehet látni nagy piros jelekkel, hogy nem szabad menni. Tehát, hogyha valaki eltévedne, és nem tudja, hogy mi a helyzet, akkor sem tud véletlenül a nyalákhoz menni. Van egy Azért másik... betörni be lehet, azt nyilván nem fogjuk megmutatni ma, de azt megmutathatjátok, hogy azért kamerákkal rendesen tele van tűzve ez a környezet, tehát azért, ha bárki kell. Elkezdene vicceskedni, akkor elég hamar megtalálnánk. Igen. Akkor, ahogy Zoli kérted, megpróbálok, 9 óra 4, oké, van még időnk, elmegyek akkor a mágnes hűtőjéhez. Jó, én meg közben akkor a detektorról egy nagyon gyors szöveget fogok nyomni. Én azt hiszem, hogy igazából ez fog történni. Tehát amiről beszélni kéne, az igazából maga az, amiért ezt az egészet csináljuk. Ugye fizikáról kicsit nagyon, tényleg nagyon nyúlfarknyian volt egy pár szó. Igazából van még egy mondat, amit el kell mondani. Ugye itt szóba került a Nobel-díj, a W, meg az E-bozon kapcsán, 10 évvel ezelőtt a Higgs-bozon felfedezéséért is kaptak Nobel-díjat. Egyébként jelzem, hogy pont ez a detektor volt az egyik, az Atlas meg a másik, akik megtalálták a Higgs-bozont végül is. Tehát igazából ugye itt osztogattak Nobel-díjakat, de hát a szöveg az, hogy soha senki direkt módon, úgyhogy így elszalad egy Higgs-bozon vagy egy W, ilyet nem látott, és ennek egyszerűen az az oka, hogy ezek a részecskék tényleg bizonyíthatóan léteznek, csak nagyon rövid ideig léteznek, hogy nagyjából olyan 10^-22-23 másodpercig, ami hogyha az ember a 10^8 méter per szekundumos
fényterjedési sebességet figyelembe veszi, tehát mondjuk feltételezett, hogy ezek a részecskék fénysebességgel repülnek ki az ütközési pontból, ami egyébként itt van valahol a detektornak ténylegesen nagyon a közepén, akkor egyébként nem teszik, tehát nem ekkora sebességgel repülnek, de mondjuk tegyük fel, ennyivel mennének, akkor is nagyjából 10-15 méter tudnának repülni, mielőtt elbomlanának, ami azért egy érdekes dolog, mert ez a proton átmérője. Magyarul a proton nyalából ezek a részecskék nem fognak kijönni, ez garantált. Mi jön ki akkor hát? Hát ezeknek a bomlás termékei. Tehát ha valami nem örök életű, akkor elbomlik valamire, és ez az elbomlott részecskék azok, amiket mi igazából a detektorban látunk, vagy ezeknek még a további bomlásait látjuk a detektorban, és ennek megfigyeléséből próbáljuk összerakni, hogy mi történt középen. Na most, hát ahhoz, hogy ilyet csináljunk, ahhoz mérni kell egy pár paramétert, például azt, hogy merre repült el a részecske, milyen részecske repült el, és merre, mekkora energiát vitt el, mekkora impulzust vitt el. Na most azt gondolom azért olyan nagyon nem kell magyarázni, hogyha pályát akarok mérni, akkor nagyon nem akarok a részecskének a lelki világába bele okoskodni, ha meg energiát akarok mérni, akkor meg el kell vennem tőle az energiát, mert ezt úgy tudom megmérni, tehát magyarul jó rendesen megpofozom. Tehát egy monolitikus detektor anyaggal ezt a 4 mérést nem lehet elvégezni. Ezek között vannak olyan detektorelemek, amik a pályaelemeket mérik, ezek szilícium detektorok. A legbelső rétegében van most, nem is tudom, 80 millió pixel, ami nem egy nagy ügy, mert a jelenlévőknek a zsebében vannak 20 megapixeles kamerák ma már. A történet lényege az, hogy ami a jelenlévők zsebében van, az úgy másodpercenként nagyjából 10 felvételt tud készíteni 20 megapixeles felbontással, mi meg 40 milliót. Ráadásul 4 koncentrikus henger mentén elhelyezkedve 3 dimenzióban mérjük a részecskepályákat, és ezek után van még néhány millió strip detektor, ami szintén szilícium detektor, ezzel az egész, ami itt látható, az majdnem 2,5 méter átmérőjű szilícium detektorrá változik, meglehetősen masszív fényképezőgépről beszélünk. Ezen kívül vannak az energiamérő egységek, ezek egy ilyen nézetet mutatok, tehát itt van a szilícium tracker, itt van egy olyan kaloriméter, ami kristályból áll, kristályokból, 76 vagy 77 ezer ólom-wolframát kristály alkotja. Ennek az a tulajdonsága, hogyha berepül bele egy foton vagy egy elektron, akkor különböző fizikai, apró fizikai folyamatokkal szépen lassan energiát ad le, majd a végén ugye eltűnik. Az energia leadásnak a végén pedig fény keletkezik. És ennek a fénynek az intenzitása arányos a belépő részecske energiájával. Fotonokra, elektronokra működik. Egyébként ez az ólom-wolframát, amikor legyártották, teljesen átlátszó volt, idővel sajnos befeketedik, a következő nagy leállásnál ki fogjuk őket cserélni. Mögötte vannak olyan kaloriméterek, tehát energiamérő egységek, amik a nem elektron és nem foton energiáját mérik. Ezek olyan részecskék, amikben kvarkok vannak, tehát hadronok, ilyenek, amik kirepülnek a ütközésből, ilyenek a pionok, kaonok, repül ki proton is, neutron is, ezeknek az energiáját méri meg, hasonló módon, csak itt bronz az elnyelő anyag, nyilván az nem látszik át, ezért a bronz fel van hasogatva, és úgynevezett szintillátor lemezek vannak közötte, megint csak fényfelvillanásról beszélünk, fénygyűjtünk, a fény intenzitása arányos a belépő részecske energiájával. Na most ez a kettő, ez bizony a részecskéknek a túlnyomó többségét megfogja, tehát ki ezen túl már nem jön, csak kétféle részecske. Az egyik a neutrino, ami elszámít a győzelmi lobogó, arra a mi detektorunk túl kicsi, hogy mérje. A jelenlétére a különböző, tehát amikor rekonstruáljuk az eseményt, akkor a energia megmaradás tételéből, meg az impulzus megmaradás törvényszerűségeit felhasználva tudunk következtetni egészen jó módon. És van még egy részecske, ami átjut, ez a műon, mi őrülten fontos, mert ő azért, mert töltött részecske, ő képes ionizálni, ő tudjuk mérni az ő impulzusát nagyon szépen, és
ilyen gáztöltésű műon detektorok vannak, nem csak a hordó régióban, ugye ez a metszet ez valahol itt volt, hanem a véglezáró régióban is, és az egész detektor ezáltal hát nem 360 fokban, hanem 4 pi-ben körülöleli magát az ütközési pontot, ami kijön, azt látjuk. Hazudtam, de egy fedjen jótékony homály a teljes igazságot, de igazából nem járok túl messze az igazságtól, tehát a kirepülő részecskéknek nagyon nagy részét, ami érdekes a fizika számára, azt mi látjuk. Ami részecskék még lehetnek, ugye a nagy kérdéseink, ugye ez a szuperszimetria, meg egyéb érdekes dolgok, sötét anyag, stb. Ha az megjelenik, annak eléggé különleges lesz a szignatúrája, ott is az is nem fog kölcsönhatni magával a detektorral, de megfigyelhető részecskékre fog bomlani, ezt valószínűsítjük, plusz lesz majd egy olyan része, ami már nem tud tovább bomlani, ugye ez a legkisebb tömegű szuperszimmetrikus részecske, ő elhagyja a detektort, de megint az ő jelenlétére az impulzus meg az energia megmaradás törvényszerűségeit feltéve, vagy felhasználva tudunk mondani valamit. Még mielőtt a Noéminek átadom a szót, hagyj mutassak be egy képet arról, hogy hogy néznek ki a detektorban ezek a részecskeütközések. Amit itt láttok, az ténylegesen egy mérésnek a rekonstrukciója. Ebből a mérésből kijött két piros vonal, ami ugye a műon kamrákban, az egyik a Barrel régióba jött, a másik az EndCap, tehát a végdugó régióba ment két műon, meg kijött két nagy energiás, hát foton. Ez úgy tűnik, hogy az. Erről a ütközésről, meg hát előre-hátra szóródott egy csomó minden a detektorban, mert ugye a protonoknak van belső struktúrája, és az azért szétesik. Amit lehet látni, arról mi azt gondoljuk, hogy az egy Higgs bozon elbomlása volt, két lépcsőben bomlott el, először szétesett két Z bozonra, amik szintén nagyon rövid ideig élnek, és azok estek szét, az egyike két műonra, a másika meg két fotonra. Amit látunk, ugye mi nem csak képeket nézünk, hanem számolunk energiákat, szögeket, impulzusokat, stb. Ez, amit itt látunk, ez eléggé frankón összevág azokkal a modellekkel, amiket feltételeztünk, megvizsgáltunk. Itt egy másik hasonló mérés van, ehhez már időpont is van, ugye 2016. július 8-án este 3:49-kor mértük ezt az eseményt, ez is hasonlóan két műon, két foton Higgs-es esemény. Ezek nagyon fontosak. Jó, Noéminek én visszaadom a szót közben. Én közben kérdeznék egyet. Itt említetted, időnként karbantartás és egyebek miatt leáll az egész, a gyorsítók is leállnak, és a detektorok is leállnak. A kérdésem az, hogy egy teljes leállás után mennyi ideig tart, amíg a nulláról újra teljes üzemre indul a gyorsítás, és utána egy következő leállás idejére pedig mennyi időbe telik, míg teljesen leállítják. Tehát értem én a kérdést. Idő és a kikapcsolási idő mennyi? Értem én a kérdést, tudom is, hogy miért kérdezed. Ez az egyik legnagyobb problematikája ezeknek a iszonyúan bonyolult rendszereknek. Tehát én azt szoktam mondani, hogy maga az LHC az kicsit bonyolultabb, mint egy atomtenger alatt járó flotta. Ezért egy ilyen rendszernek az üzemeltetése, bekapcsolása az nem egy ilyen villanykapcsolós történet. Meglepően gyorsan tudunk bekapcsolni, főleg ma már. A legelején nyilván ki kellett tökölni azokat a procedúrákat, teszteket, amik mentén végighaladva lehet egy ilyen berendezést bekapcsolni és üzemeltetni biztonsággal. Hát voltak kisebb-nagyobb problémák, de ezen túl vagyunk. Na most mára ez kvázi automatikussá válik. Tehát az idén például az LHC bekapcsolása az meglepően gyorsan ment. Nyilván az 1232 darab szupravezető mágnes lehűtése 1,9 kelvére az beletelik 2-3 hónapba, de hát ez azt jelenti, hogy locsoljuk rá a héliumot, aztán majd egyszer lehűlik, de maga az elektronika indítása az tulajdonképpen egy néhány napos folyamat ma már. A
betöltés, amikor ugye berakjuk a nyalábot ebbe a iszonyúan bonyolult rendszerbe, tehát ugye azt nem is mutattam, hogy gyorsan visszaugrok oda, hogy a maga a gyorsító komplexum az sem annyiból áll, hogy valaki itt a CMS, hogy a LHC-ba elkezdi bepotyogtatni a protonokat. A protonok valahol nagyon messze Meramban az őskampuszon indulnak, és gyorsítók sorozatán keresztül érnek el hozzánk. Három nagy cirkuláris gyorsító, vagy négy van, meg van, vagy kettő-három lináris gyorsító, mire ide érnek. Ennek az egésznek az összeszinkronizálása, a nyalábnak a terelgetése, az ide betöltés, az itt felgyorsítás, az itt fókuszálás, az itt megint a két nyalábnak az összeterelése a négy ütközési pontban. Ez egy elképesztően bonyolult feladat, ez hál' Istennek ma automatikusan megy. Tehát azt és kell mondani, hogy ez megvan? A betöltés, tehát amiről beszéltem, hogy gyártjuk a protonokat és betöltjük a gyorsítóba, ez nagyságrendileg egy fél óra, a felgyorsítása nagyságrendileg 20 perc, és még körülbelül egy fél óra, mire az ütközést, tehát azt mondja a gyorsító, hogy na, akkor most már mérhettek, mert most már jók az ütközési paraméterek. Tehát az elején a nagy időt az a lehűtés vesz igénybe. Igen. Igen, hát nyilván oltári nagy tömeg, igen. Úgyhogy igazából mi szerencsések vagyunk, azt kell, hogy mondjam, mert a procedúrákat nagyon komolyan sikerült felépíteni, és hát azért elég komoly computing infrastructure van mögötte, ami ezt működteti, meg felügyeli, tehát nálunk is majd a Noémi, ha még lesz egy pici idő, bemegy a vezérlőtermünkbe, és akkor ott majd mutatunk még csodaságokat. Noémi! Igen, itt vagyok. Nem, sajnos nem tudok bemenni oda, közel, majd erről fogunk majd teszünk róla. Majd kérek engedélyt, viszont ez az a terület, ahol a mágnesnek a mágnes területe, tehát nem véletlenül van lezárva és külön engedély hozzá, és ott az a nagy fehér, az a hely, ahol a héliumot cseppfolyósítják a mágnesnek. És ugye mi is szupravezető mágnest használunk, tehát itt mögöttem lehet látni ugye a mágnesnek, jó, odáig már nem tudok fel... igen, körülbelül ott van neki a pereme. Egy nagyságrendileg 6 méter átmérőjű jószágról beszélünk, és 4,2 kelvére kell lehűteni ahhoz, hogy a mágnes biztonsággal üzemeltethető legyen. Ehhez saját hűtőgépünk, ugye Noémi mutatta, cseppfolyósítunk héliumot. Egyébként az ipari technológia ezt meg lehet venni. Közben én szerintem elkezdek felfele menni, jó, a földfelszínre. Mennyi időnk van? Mínusz 5 perc. Az jó, akkor még van. Akkor szerintem kérdésekre koncentráljunk első körben. Beáta? Van valakinek kérdése? Legyen. Várj, bele kell mondani, különben nem fogják hallani. Hát ugye a szupramágnes az egy elektromágnes. Mármint, hogy igen. Áramban működik, igen. Hogy... Igen, tehát ez egy szolenoid mágnes, amit mi használunk. Tehát kutya közönséges szolenoid konfigurációban. A benne levő drót az viszont nem réz. A niobium titán ötvözet, amit használunk, ennek egy olyan tulajdonsága van, hogy kellően alacsony hőmérsékleten, nagyjából olyan 10 Kelvin alatt, ő neki nem egyszerűen lecsökken az ellenállása, tehát amit ugye az ember megszokik a réznél, hogy nagyjából ilyen az ellenállás profil a hőmérséklet csökkenésével, ugye arra csökken most a hőmérséklet, hanem ez valami olyasmi, hogy csökken, és egy bizonyos hőmérsékleten nulla lesz. Tehát nem közel nulla, hanem ténylegesen nulla, egész egyszerűen azért, mert már nem elektronok fogják vezetni ott az áramot, hanem elektronpárok, és akkor az már egy kicsit más, hogy működik kvantummechanikailag. De a lényeg az, hogy ezekben a mágnesekben elektromos ellenállás nélkül lehet az áramot keringtetni.
Na most nyilván, ahol össze vannak kötözgetve, össze vannak forrasztva, ott nem niobium titán az átmenet, ott van valami minimális ellenállás, ilyen milliómokról beszélünk, tehát folyamatosan azért retetni kell a mágnest, de hát nem tűnik el belőle, nem megy hővé az a 2,2 gigazsúl, ami itt a mögöttem levő, legalábbis annak a valódiában betárolva van, akár ebben a pillanatban is. Ez a technológia borzasztóan ígéretes. Gondoljátok bele, hogy csak a 750 kilovoltos távvezeték, ugye, ami Albert Irse és Vinyica között van kihúzva, most éppen nem használjuk, de használtuk azért pár évtizedig, ennek a vesztesége az őrült nagy. Ha ezt a vesztességet, és ez csak szállítási veszteség, ha ezt a vesztességet nullára lehetne csökkenteni, vagy közel nullába lehetne vinni, akkor hát azért olcsóbb lenne az áram. Na nem nektek, hanem az államszolgáltatónak, de valaki jó járna. Nálunk most történnek fejlesztések arra, sőt, hát gyakorlatilag készen van a történet, hogy magas hőfokú szupravezetőből létezik egy olyan technológia is, az a probléma vele, hogy nem tudjuk, hogy miért működik, de működik. Ilyen technológiával vinni ténylegesen áramot tápegységektől mágnesekhez, és hát ha ez ténylegesen sikerül az iparba kipörgetni, akkor tényleg jó lesz a dolog. A magas hőmérsékletű szupravezetőn értsük már azt, hogy a folyékony nitrogén hőmérséklete, amiből... Minusz 200 Celsius fok. Igen, viszont könnyű előállítani, az tényleg nagyon könnyű előállítani, és van belőle rengeteg, mert hát a légkörnek a több mint 70%-a nitrogén. Tehát ha ezt lehetne használni hűtőközekként, és nem a méregdrága héliumot, amiből egyre kevesebb van a Földön, ráadásul mi annyit használunk, amennyi a Föld 2 éves termelése. Igen, a Noémi most mutatja a mi szupravezető mágnesünknek a keresztmetszetét. Ott középen benne láttok egy ilyen, hát sajnos elmosódott, de egy olyan ízét, igen, mutatja is. Na, ott van a niobium titán ebben a rendszerben. A mi mágnesünkben ebben a, tehát ilyen tekercsekből áll, vagy ilyen vezetőkből, ebben a pici felületben megy 18640 amper. Ez egy kicsit meredek volt. Ráadásul, ha tudnátok, hogy ebben nem is az egész niobium titán, mert az mechanikusan egy nagyon egy csúnya dolog, abból nem lehet szálat húzni, rész csőben extrudálva van még benne, tehát még kevesebb a niobium titán, mint amit ott láttok. Alumíniumban van beágyazva, ez itt látszik szépen a képen, hogy a belső részen más színe van az alumíniumnak, mint kívül. A külső részek azok mechanikus tartásra vannak, mert hát itt azért eldurran néhány meganyúton a mágnesben. A belső rész az viszont egy olyan dolgot csinál, ami kicsit meghökkentő elsőre. Ugye a szupravezetésnél mondtam, hogy az ellenállás nulla, az áram arra folyik, amerre kisebb az ellenállás, tehát a niobium titánban. Ennél fogva mindenki más szigetelő. Az alumínium egy jó szigetelő ezen a hőmérsékleten, mert ugye neki nem nulla az ellenállása. Tehát az ott egy szigetelő rész. Viszont a szupravezetési technológiának van egy olyan problematikája, hogy időnként ő elfelejt szupravezetni. Tudjuk, hogy miért, de hát nem lehet azt teljesen tökéletesen kiküszöbölni. Tehát fel kell készülni arra, hogy mi történik, hogyha egy ponton elkezdem szupravezetni a szupravezető anyag, ugye az kezd melegedni, az elmelegíti a környezetét is, amik szintén kiugranak a szupravezető állapotból, és akkor hát ilyen pozitív visszacsatolással szépen előbb-utóbb elindulunk a Holdra, mert elforraljuk a héliumot magunk körül. Na most ilyen esetekre fel kell készülni, ezt úgy hívják, hogy quench, akkor be tud kapcsolni ez az alumínium blokk a szupravezető körül, tehát leesik az áramsűrűség, leesik a fűtési teljesítmény valamennyire, kapunk egy kis időt arra, hogy ezt a 2,2 gigazsúlt ezt kipumpáljuk ebből a történetből, és a földfelszínen ellenállás hálón eldisszipáljuk.
energiával kapcsolatban egy 2,2 gigazsul, az nagyjából egy csúrik töltött Boeing 747-es mozgási energiája, annak a tájépítészeti potenciáljáról meg azért sajnos eléggé jól ki vagyunk képezve. Tehát nyilván nem akarunk mi magunknak bajt. Igen, ott van az ellenállás háló. Az olyankor csörök csatog. Nagyjából egy hónapja kellett használni, azelőtt 10 évig nem. Volt egy műszaki probléma, ami miatt elkvencselt a mágnesünk. Arra figyelünk, hogy azért ilyen túl sokszor ne történjen, mert hát ugye ezek mechanikus rendszerek, láttátok, hogy ragasztva vannak a menetek egymáshoz, de még ilyen erőhatásoknál tulajdonképpen ez képes lenne a mágnes saját magát széttépni, tehát próbálkozunk arra, hogy ilyen ne történjen, és apró változásokon keresztül, egyensúlyi állapotokon keresztül üzemeltessük a mágnest, de hát fel vagyunk arra készülve, hogy a mágnes ezt kibírja, nem bírja ki végtelen számú esetben, nagyjából egy olyan 100-szor tudja kibírni a mágnes, úgy van megtervezve. Ha elérjük ezekből ezt a 100 fazdischarge-ot nagyjából, akkor a mágnes kuka. Na most sajnos ebből csak egy van nekünk, ennek a legyártása iszonyú drága. Ha ez megtörténik, akkor hát nemes egyszerűséggel megyünk vissza a balettbe ugrálni. Úgyhogy vigyázzunk eléggé rendesen magunkra. Közben a Noémi megérkezett mellém, illetve hát nem mellém, még valahol a környéken van. Előbb-utóbb megjön, ugye? Van-e még valakinek kérdése itt a közönségből? Igen. Ott a Noémi. Senkinek? Igen, most már leveltem a sapkámat. Akit pedig háttal mutat a kamera. Igen, ő a mi technikusunk, aki. Ő a mi technikusunk, Maf, aki lekísértem a Noémit, és egy nagyon kedves ember. Itt van a képben. Borzasztó sokat segít nekünk. Igen, az, hogy integetett az AI a kamerának, azt hitte, hogy rá kell koncentrálni. Jó. Van-e még valaki? Kérdés még? Valakinek nincs semmilyen kérdés itt a helyszínen. Akkor Beáta, neked kell kérdezni. Ó, én már annyit kérdeztem. Na, várjunk. Ez jó, valaki megszakítja a kínos csendet. Köszönöm. Igen, már hálás vagyok. Igen, kezdtem rosszul érezni. Tehát az a kérdésem, hogy ugye meg volt említve a sötét anyag, illetve a szuperszimmetriának a részecskéi. Ugye azok azok elég nagy tömegűek, tehát lesz képes akkor energiát, ütközést előállítani az ütköztető, hogy egyáltalán létrejönnek ezek a részecskék papíron. Köszönöm a kérdést. Nem tudjuk, mekkora tömegűek. Amúgy itt egészen nagy tömegű részecskéket elő tudunk állítani. Azt, hogy még nem láttuk ezeket a szuperszimmetrikus meg sötét anyag részecskéket, ez eléggé hát nyomasztó, meg árulkodó. Az a baj, hogy nem csak direkt módon nem láttuk, tehát hogy elbomlott valamire, hanem van még egy másik fizikai lehetőség, és így kerestünk mi Higgs-et annak idején a 90-es évek végén, hogy a többi részecskére, meg azok bomlására hatással lehet egy ilyen nagy tömegű részecske. Kicsit olyan, mint a 10. bolygó, meg a bolygóknak az egymásra hatása. Tehát ez az indirekt kutatási rész. Ma igazából ezt nyomjuk nagyon, mert hát ugye direkt módon nem láttuk ezen a bődöletes energián ezeket a részecskéket. Ma ezeknek az indirekt hatását nézzük, tehát azt nézzük, hogy amikor mondjuk elbomlik egy Higgs, ami egészen nagy tömegű részecske, akkor az bomolhat különböző módokon,
már megint elállítottam azért, különböző módokon bomolhat, és hát azt ki lehet számolni az elméletből, hogy ez a bomlás, ez milyen valószínűséggel következik be az egyik bomlási csatornában, a másikban, a harmadikban, a negyedikben, meg a többiben. Ezeknek az összegének ugye egynek kell lenni, mert a Higgs elbomlik. És hát meg is tudjuk ezeket mérni szépen pontosan, és hogyha van különbség ezek szummája meg az egy között, akkor azért fel lehet tételezni, hogy valami más is történik, valami más bomlási csatorna is dolgozik. Ez az, amire mostanában eléggé rá vagyunk feküdve. Ehhez viszont az kell, hogy jó sok X-et csináljunk, meg jó sok X-et mérjünk meg ezeknek a bomlását. Igazából ez az, amit most csinálunk. A kérdésed az nagyon, nagyon jó és nagyon érdekes volt, és hát sajnos nagyon húsba is vágó. Azt gondoljuk, hogy fölfelé biztos, hogy kell menni az energiával. Éppen ma reggel hallottam a helyi rádióadóban, hogy hát most már csak befeszül Európa erre a FCC projektre, ez a 100 kilométeres gyorsító, amit itt akarunk Genf meg a Genfi tó körül építeni gyakorlatilag. De hát sajnos a motivációja az hát rossz volt, amit hallottam. Azért kell megépíteni, mert a kínaiak különben megépítik. De alapvetően a fizikához szükség lesz nagyobb gyorsítókra. Ahhoz, hogy ez fizikailag releváns legyen, ahhoz viszont nekünk tényleg látnunk kell valamilyen indirekt történetet. Úgyhogy a következő jó bő 15 év az arról fog szólni, hogy ebbe az irányba próbálunk kotorászni. Köszönjük szépen, van a ha nincs több kérdés, akkor mivel elszaladt nagyon az idő, és nem szeretném, hogyha a mai dolgozatírásról lekésnének a gyerekek. Azt azért megjegyezném, hogy a ma elhangzottak a mai dolgozatban még nem szerepelnek. Annak idején volt egy nagyon kedves tanárunk, aki ezt megjegyezte a fiatalabb generációnál, és ez azóta a Debrecenben egy fontos dolog, mondat. Ja igen, amit azért még egy dolgot mielőtt zárunk, hagyd mondjam már el, mert annyi fülest azért kaptam a hallgatóságról, hogy mérnöki irányba gondolkodó gyerekek. Szeretném azt megjegyezni, hogy amit itt ma láttatok, ahhoz a fizikus, az csak egy résztvevő. Az, hogy mi a Noémivel mind a ketten fizikusok vagyunk, ez így alakult, de alapvetően ahhoz, hogy ilyen megastruktúrákat létre lehessen hozni, hogy ezeknek az elektronikáját ki lehessen találni, üzemeltetni lehessen, ahhoz, hogy egyáltalán ilyen föld alatti járatokat építeni lehessen, ehhez bizony mérnökökre van szükség, méghozzá nem is kevésre. Tehát nem is akármilyen mérnökökre, én inkább a minőségi mérnöki munkára szeretném felhívni a figyelmet. Hát nyilván mindenhez jó munkavégzés szükséges, itt a jó nem elég, de az az igazság, hogy tehát azt mindenképpen szeretném kihangsúlyozni, hogy ez nem csak egy fizikusoknak készített világ, ráadásul egy csomó magyar cég beszállító is a CERN-be, például a Debreceni NI, tehát akár még abban a üzletágban elhelyezkedve is lehet részt venni ebben a történetben. Nyilván a legegyszerűbb az, hogy egyetemek kutató csoportjain keresztül van bent valaki, de mérnökként lehet ide állásokra pályázni, sőt, azt jobban lehet megkapni, mint a fizikus állásokat. És hát még egyszer mondom, szükségünk van gépészre, szükségünk van építőmérnökre, szükségünk van villanymérnökre, szükségünk van informatikusra, és még vegyészre is, ahogy tippelek, mert hát itt nálunk egy csomó történet van, például a környezetvédelemre nagyon odafekszünk, és ahhoz azért a vegyészek kellene. És felhívnám a figyelmet, hogy ez külföldi munkahely, a nyelvismeret elengedhetetlen. Hát igen. Ne dőljön senki annak, hogy diplomát lehet most már szerezni nyelvismeret nélkül. Tessék a nyelvet tanulni. Tessék. Az nekem egy nagyon fájó pont. Ez egy neuralgikus pont a magyar felsőoktatásban hosszú évtizedek óta. Arra kapacitálnék mindenkit, hogy legalább egy nyelvet nagyon profin tessék megtanulni, mert ha kilépsz a határnál, hegyes halomnál,
akkor onnantól kezdve a magyarral túl sokra nem mész. Ez egy jó kis kuriózum, meg jó lehet kódolni egymás között szövegeket, de alapvetően itt bizony keményen angolul nyomjuk az ipart, meg franciául időnként. Azt mondjuk nem tanultam, azt abból én büntetőt beszélek, de alapvetően az angol és a francia itt a működő, és hát persze itt van minden náció, ha kicsit bele akarsz hallgatni a vartyogásukba, akkor nem árt egy pár szót megérteni olaszból, németből és egyéb nyelvekből, spanyol, meg a kínaiból se, ezt tegyük hozzá. Köszönjük szépen, Zoltán és Noémi! Örültünk, hogy itt lehettünk veletek, és hát remélem, hogy ha máshogy nem, így biztos, hogy tudunk találkozni. Ez a projekt a CMS Outreach-nek az egyik standard projektje, nem csak a mai szeánsz kedvéért raktuk össze ezt a cuccot, van egy eléggé komoly cuccunk, ez abból lehetett sejteni, hogy hát csúsztunk megint az indulással, de hát évente nagyjából 40-60 ilyen vizitünk van a világ minden tájára. Nyilván azokon a nyelveken, amiket mi nem bírunk olyan nagy biztonsággal, azokon mi a technikát adjuk, meg az adásvezetés, de azért ez egy nagy buli. Tehát, hogyha ezen a héten ez volt a harmadik. Mondani az iskolában, az iskola maga is igényelhet egy ilyen virtuális látogatást. Nyugodtan. Igen, és hát a magyaroknak az a szerencse, vagy szerencsétlenségük, hogy ezt általában mi csináljuk a Noémivel. Így van, és akkor így nem kell nyelvismeret, elég a magyar. Így köszönjük van. Szépen! Egészségetekre váljon, és találkozzunk nem sokára. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.